Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Róza Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 10 fő, távolmaradását bejelentette Kovács Sándor képviselőtársunk. Az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltatnak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket az alábbi kiegészítéssel. Javaslok 4 pótnapirendi pontot felvételre, úgy mint előterjesztés a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatói megbízásáról, előterjesztés a Karcagváros önkormányzatának csatlakozó nyilatkozata a rezsicsökkentés támogatására, előterjesztés a települési értéktár és az azt gondozó települési értéktárbizottság létrehozásának szándékáról, és végül előterjesztés a Nagykun hagyományőrző társulás módosított társulási megalapodásának jóváhagyásáról. Aki a pótnapi rendi pontok felvételével egyetért, kérem jelezze kézfeltartással. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Van-e valakinek más napi rendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, a teljes napi rendet teszem fel szavazásra, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, javaslom, hogy a 17-től 28-ig terjedő napirendi pontokat, mivel személyes adatokat tartalmaznak, illetve taggyűlési napirendek zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület! Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy május 27-én tartotta a Városi Diákönkormányzat alakuló ülését, ahol titkos szavazással választották meg az elnököt és az alelnököket. Elnöknek Balogh Dórát, a Karcagi Általános Iskolai Központ Györfi István tagiskolájának tanulóját választották. Alelnököknek Fazekas Adélt, a Györfi István tagiskola diákját, és Szendrei Biankát, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakiskola tanulóját választották. A megválasztott elnöknek és alelnököknek a Karcagvárosi Önkormányzat nevében gratulálok és munkájukhoz sok sikert kívánok. Megkérem Balogh Dórát, a Diák Önkormányzat elnökét, hogy legyen szíves a képviselőtestületnek bemutatkozni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők, kedves megjelentek! Elsősorban köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nagy öröm számomra, hogy bemutathatom magam. Remélem, hogy rövid beszédemmel önök is megbizonyosodnak arról, hogy a diákok jó döntést hoztak, és méltó vagyok az elnöki posztra. A választásra írt pályázatomból szeretnék most önöknek felolvasni. Az emberi jellem egyik legszebb tulajdonsága az őszinteség. Ezzel a tulajdonsággal írtam meg pályázatom. A nevem Balogh Dóra. 1999-ben születtem Karcagon. 2006 óta a Karcagi Általános Iskolai Központ Györfi István tagiskola tanulója vagyok, ami beiratkozásomkor a Györfi István Általános Iskola nevet viselte. Jelenleg a 7. évfolyam tanulói csapatát gazdagítom. Kedvenc tantárgyam a biológia és a kémia. Szabadidőmben karatézom, illetve a Karcagi Gyermekszínjátszókör a Kunkuckó csapatában játszom. Emellett, ha van még ezen elfoglaltságaim után időm, szívesen írok verseket, esetleg kisebb novellákat. Iskolánk dök csapatában 5. korom óta vagyok jelen. Sokan csodálkoznak azon, hogy honnan van ennyi kreativitásom és ötletem. Mindig azt felelem, hogyha van egy téma, ami érdekel, elkezdek beszélni, és csak jönnek a szaporuló gondolatok. Mindig törekszem az effektív, hatékony munkára. A hatékonyság és az összetartás egy ilyen nagy csapatban, mint ez a Városi Dök, létfontosságú. Most céljaimról szeretnék szólni. Diáktársaimhoz ezekkel a kérdésekkel fordultam.
A mai világ szemében mit számít az, hogy mennyire vagy jó tanuló? Semmit. A mai világ szemében mit számít az, hogy mennyit teszel másokért? Semmit. A mai világ szemében mit számít az, hogy hány kilogramm smink van rajtad? Sokat. A mai világ szemében mit számít az, hogy van-e menő biciklid, haverjaid, vagy éppen este 10 órakor a főtéren flangálsz-e? Mindent. Ezen nézetek megváltoztatása egyik fő célom. Ismét kérdésekkel késztettem gondolkodásra társaimat. A dögben mit számít az, hogy mennyibe kerül az a ruha, amit éppen viselsz? Semmit. A dögben mit számít az, hogy ki vagy és kik a barátaid? Semmit. Hogy mi számít a dögben? Hogy mennyire vagy karizmatikus, őszinte, kreatív, segítőkész, nyílt, bölcs. Én úgy érzem, hogy a diákság kezében van, hogy ez megváltozhasson. Szeretném, ha mi, a fiatalok nem a számítógép előtt töltenénk napjainkat, hanem részt vennénk különféle programokon, és ezeknek nem feltétlenül szükséges, hogy a költségvetése a csillagoségig érjen. Például szeretnék olyan programokat szervezni a városi dögben, amelyek kihasználnák Karcag természeti adottságait, kultúráját. Megismertetném a fiatalokkal a régi idők játékait, a remek időtöltés szerepét az életben, hogy a programokra a későbbiekben is emlékezhessenek. Világszerte előtérbe került a környezetgazdálkodás, a környezettudatos élet, ami számomra nem csak azt jelenti, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, hanem azt is, hogy kihasználjunk az udvarunk, kertjénk adta lehetőségeket. A mai gyerek nem a zöld udvart és a friss levegőt részesíti előnyben, hanem a sötét szobában a billentyűzeten szaladgál az ujja. Testedzés gyanánt. Szeretnék olyan játékos vetélkedőket szervezni, akár a földnapja alkalmából, akár gyereknap, akár döknap alkalmából, amelyekkel megismernénk a kerti szerszámokat, illetve azok rendeltetésszerű használatát, és minél többet megtudnánk a növényekről és az állatokról. Nem szeretnék megvalósíthatatlant ígérni, mert a dög nem használja megvalósíthatatlan fogalmát. Az ember olyan képességeit őrzi, amelyek nem ismerik a lehetetlent. Ha a hős valamit el akar élni, megtalálja a megfelelő formát és a segítőt a cél eléréséhez. A lehetséges erői ugyanis nem rajta kívül, hanem benne vannak. Pályázatom felolvasása után egy verssel búcsúztam, amit én írtam. Miközben felolvastam a pályamunkám, az általam készített logóterveket, amelyeket aznap festettem ki kézzel, szétosztották segítőim Németh Judit és Pető Adrián, 7. B-osztályos tanulók, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Valamint Rusuin és Szabó Magdolna tanárnőnek, a Diák Önkormányzatot segítő pedagógusnak, osztályfőnökömnek Birizló Csaba tanárónak és Kóródi Lászlóni tanárnőnek is köszönetet mondok segítségükért. Az elnöki munkámra segítségemre lesz Szendrei Bianca alelnök, aki a Nagykon Református Gimnázium egészségügyi szakközépiskolai és kollégium 10. évfolyamos tanulója, valamint a másik alelnöki pozíciót betöltő Fazekas Adél, aki a Karcagi Általános Iskolai Központ Györfi István tagiskola diákja és egyben osztálytársam. Együtt fogjunk össze a város diákságát közös céljaink érdekében, és nem felejtjük el, hogy bárkinek lehet egy jó ötlete. Kölcsei mondta, hogy mi nem magunké vagyunk, hanem a közösségé. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők, kedves megjelentek! Köszönöm, hogy meghallgatták gondolataimat, terveimet. Remélem, közülük minél többet sikerül majd társaimmal együtt megvalósítani az önök támogatásával. Köszönöm szépen! Mindannyi nevében még egyszer gratulálok Balogh Dórának. Kívánom, hogy sikerüljön terveinek, céljainak a megvalósítása mindannyiunk örömére és a Karcag összes diákjának az épülésére. Sok sikert kívánunk, fiatalkora ellenére, ő kapta a legtöbb szavazatot, és én biztos vagyok abban, hogy méltó módon fogja tudni képviselni a Városi Diák Önkormányzatot elnökként. Tisztelt képviselőtestület, ezek után napirend előtti kérdések felvetésére, bejelentésekre van lehetőség. Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszonynak adom meg a szót.
Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők. Én is egyetértek polgármester úrral abban, hogy rátermett és talpra esett diák önkormányzati elnök kezébe került a Városi Diákság vezetése. Én magam is jelen voltam ezen a rendezvényen. Szeretném bejelenteni és felhívni a tisztelt jelenlévők figyelmét egy örömteli eseményre, mégpedig arra, hogy június 7-én pénteken 14 órakor a Nagykun látogatóközpont udvarán megnyitja kapuját a Nagykun termelői piac. A piacon helyi és környékbeli termelőktől vásárolhatnak saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt, különféle egyéb házi készítésű élelmiszereket, például lekvárok, szörpök, házi apró sütemények, sajtok és egyéb tejtermékek, magolajak, füstölt házi húskészítmények, biotermékek közül lehet vásárolni, valamint kézműves portékákat. A piacot Dobos László polgármester úr adja át 16 órakor. A megnyitón különféle kemencés süteményeket a Karcagi Ízőrző klubja tálalásában, illetve megkóstolhatjuk a méltán híres karcagi birkapörköltet, a Karcagi Birkafőzők Egyesülete árusítása kapcsán. A termelői piac páratlan hét péntekenként 14 és 18 óra között tart nyitva. A nyitvatartás alatt az Abhegyező Gyermekanimátor Egyesület munkatársai kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket. Látogasson el mindenki, és vásárlásával ösztönözze és támogassa a helyi termelőket. Köszönöm. Köszönöm szépen a bejelentést. Én is azt javaslom, hogy tessenek minél többen ellátogatni oda. Végre egy nagyon régi célunkat, tervünket sikerült ezzel megvalósítani, remélhetőleg hosszú távra helyet tudunk biztosítani a termelői piacnak a látogatóközpontban. Köszönöm még egyszer a tájékoztatást. Van-e kérdés? Andrássy András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszöntök mindenkit, televízió nézőket, jelenlévőket, polgármester urak. Kérdésem polgármester úrhoz szól. Polgármester úr, van-e tudomása az elmúlt időszakban ért nagyon súlyos támadásokról Karcagon? Három személy is súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. Egy minden esetben egyedüllá lévő személy, minden esetben kiszolgáltatott személyről van szó, vagy a kora, vagy egyéb szempontból, és minden esetben magyar emberről van szó, minden esetben cigány a támadó. Ha most ezt megkérdőjelezi, megkérném, hogy a család tagjokkal, illetve a sérültekkel beszéljen. És meg fogják mondani, hogy milyen származásúak a támadó. Az, hogy jelen pillanatban tudjuk, folyik benne rendőrségi vizsgálat, minden ügyben teljes erőbedobással dolgozik a rendőrség, örülünk neki természetesen, de úgy gondolom, hogy az emberek kiszolgáltatottsága igenis nőtt a városban. Vannak lehetőségei az önkormányzatnak. Jogilag is és egyéb téren is. Kérném polgármester urat, hogy ezeket az eszközöket minél előbb és minél hatékonyabban vesse be a város érdekébe. És mondom még egyszer, a kérdésem az, hogy tud-e ezekről az esetekről. Csomagban van más is. A másik egy javaslat. Nem régen volt Rácz Sándor temetése, tudjuk, Rácz Sándor karcagi születésű volt, 56-os hős, a Budapesti Munkás, Országos Munkás Tanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének első és megalakító elnöke. Úgy gondolom, hogy eléggé olyan személyiség, és a városunk számára, hogy is mondjam, hírnevet hozó ember, akire célszerű lenne valamilyen formába megemlékezni. Kérném, hogy ebbe a témába induljon el az önkormányzat, és gondolkozzunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen az első kérdésére. Tisztelt képviselő úrnak ad a válaszom, hogy nem, nincs róla tudomásom. Azt nem értem, hogy most miért hangsúlyozta, hogy cigányok az elkövetők, vagy nem cigányok az elkövetők, hogy engem ez csöppet nem befolyásol. Én minden elkövetőt egyformán elítélek, legyen az bármilyen
nemű, fajú ember, ez szerintem eddig a véleményeimből korábban is kiviláglottak. Bárkit, akit megtámadnak, azt én nagyon-nagyon tudok sajnálni, és mindenkit elítélek, aki másnak kárt okoz, vagy bárkit megtámad, vagy akármilyen formában inzultál. Tudomásom nem volt erről. Egyetlen egy Szolnokon feltett jobbikos megyei képviselőtársam kérdezte meg egyszer, hogy hallottam-e valamilyen éjszakai inzultusról. Én azonnal felhívtam a karcagi rendőrkapitány urat, ő akkor adott erről tájékoztatást számomra, arról az egy esetről tudok. Amit ígérhetek, az az, hogy természetesen haladéktalanul fel fogom hívni a rendőrkapitány urat, tájékozódni fogok az ügyben, és nyomatékosan fogom kérni, hogy még erőteljesebben járjanak el abban az ügyben, hogy a lehető legkevesebb ilyen esemény történjen meg a városunkban. Mindent el fogok követni, minden egyes bűncselekményt, szabálysértést mélységesen elítélek. A javaslattal egyetértek. Rácz Sándor úr valóban egy olyan személyisége volt Karcagnak, akire méltán kell, hogy emlékezzünk, és meg is fogjuk tenni. Nagyon sajnáljuk, hogy itt hagyott bennünket, egy értékes ember volt. Meg fogjuk tenni a lépéseket. Nem tudom, hogy kielégíti a választ. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, javaslat? Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Az elmúlt hetekben, hónapokban azt tapasztaltam jó magam is, és több választópolgár is megkeresett azzal a problémával, megszaporodt azon elemeknek a létszáma, embereknek a létszáma, akik a kitett utcai szemeteseket fölborogatják, kipakolják. Korábban volt már ebből probléma, hatékony intézkedéseket tudott ebben az önkormányzat tenni. Én kérném polgármester urat, valamint képviselőtársaimat is, hogy valamit találjunk már ki erre, ha szükséges, én úgy tudom, hogy van is törvény, vagy hogyha nincs rá megfelelő törvény, akkor gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne ezt megakadályozni. Van ezek között, az emberek között olyan, aki tisztességesen átnézi az utcai szemetest, és nem csinál különösebb problémát, de mindig kerül egy-két olyan ember ezek között, akik fölborogatják, szétdobálják, és egy újabb probléma jelentkezik azt, hogy ezekkel az emberekkel a kutyák is jönnek. A város belterületén egyre több olyan kutyafalkával találkozunk, amelyek egyértelműen beazonosíthatók, hogy mely települési részekről jönnek be. És figyelembe is kísérték a mezőr kollégáim azt, hogy honnan jönnek, kikkel, és nagy valószínűséggel, és mondhatom nem csak valószínűséggel, hanem pontosan megállapítható, hogy ezek a kutyafalkák, kutyák főként azokkal az emberekkel, akik a kukák, azokkal jönnek be a városba, akik a kukákat átnézik. Ebbe feltétlenül valamit lépni kellene, mert attól félek, hogy még nagyobb problémát fog ez jelenteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a felvetést, meg fogjuk tenni ez ügyben is a lépéseket. Amit elsőként meg lehet tenni, az véleményem szerint, hogy igenis figyeljünk oda jobban a saját környezetünkre, figyeljünk oda jobban a szomszédokra. Ez már korábban is felvetődött minden évben, amikor a rendőrség az éves beszámolóját tartotta, a figyelő szemeknek a szaporítása és egymásra odafigyelése. Alapjaiban ezzel tudjuk elriasztani ezeket az embereket. Én magam is szoktam látni, hogy kukáznak egészen pontos szakkifejezéssel. Nem örülök ennek egy csöppet sem, annak meg főképpen nem, hogyha szanaszét dobálják a szemetet, hiszen ezzel csak csúfítják a várost és bosszúságot okoznak mind a tulajdonosnak, mind az egész utcának, mert ugye a szél az megviszi a szemetet erre, arra, amarra. Tehát elsőként erre tudnám felhívni a lakosság figyelmét, hogy figyeljünk oda jobban. Természetesen a saját magunk odafigyelésén túl még megvannak azok a lépések, amiket meg lehet tenni. Azt nem ígérem, hogy minden kuka mellé rendőrt fogok tudni állítani, ismerve a rendőrség létszámának az alakulását, a mezőőrök létszámát, sőt a közterületfelügyelők létszámát, de azt is tudjuk, hogy körzetenként szokták naponta elvinni a
illetve üríteni a kukákat, tehát azért valamilyen úton, módon lesz arra lehetőség, hogy minden területet lefedjünk, és lehetőség szerint csökkentsük ezt a jellegű problémát, ami teljesen jogos. Törekszünk a probléma megoldására. Van-e további kérdés, felvetés, bejelentés? Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy vidámabb témát hadd jelentsek be. A mai napon igen nagy megtiszteltetésére városunknak a városházán, a Karcagi Városházán ülésezett, és elképzelhető, hogy itt mellettünk még mindig ülésezik az Országos Hungarikum Bizottság. Ez a bizottság hallgatja meg azokat a prezentációkat, amelyekkel bemutatnak bizonyos dolgokat, termékeket, amivel szeretnék, hogyha azok a termékek a hungarikumok közé sorolnának a bizottság által. Ma megtörtént ez, több ilyen dolog kerül felvetésre, többek között a karcagi birka pörkölt, és nagy örömmel jelentem be, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a karcagi birka pörköltet a hungarikumok sorába emeli. Ez szerintem mindenképpen örömmel és büszkeséggel tölthet el bennünket, hiszen már megtettük az első nagyon komoly lépcsőfokot 2009-ben a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére került fel a karcagi birkapörkölt főzésének a hagyománya. Ez volt az első nagyon fontos stáció, és most szerintem a nemzetközi elismertség talán a legmagasabb fokozat, de az országban a hungarikumok közé kerülni véleményem szerint a csúcs. Ez az étel a bizottság véleménye szerint mind a főzésének módja, mind az íze, zamata, mind pedig a közösségi összetartó ereje miatt méltán került föl erre a listára. Nagyon örülünk ennek, főképpen igen jókor jött ez, hiszen a következő hónap június utolsó hétvégén kerül megrendezésre 15. alkalommal a Birkafőző Fesztivál. Szerintem ennél jobb reklámot álmodni sem lehetett. Örülök neki. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ha nincs további bejelentés és kérdés, akkor a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szeretnék tájékoztatást adni. Nagyon gazdag volt programokban az elmúlt időszak, és nagyon gazdag lesz ez a júniusban is. Április 26-án véradást tartottak a Vöröskereszt szervezésében a Déli Méh Kulturális Központban. Ugyanezen a napon jótékonysági estet rendeztek a Déli Méhben, a Csíksomjóra indult lovaszarándoklat Karcagon tartózkodása alkalmával. A karcagi születésű Kátai Mihály Munkácsi díjas festőművész tartott előadást, majd Tolcsfai Béla énekmondó koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. Az adományokat az Anna Réti kápolna felépítésére fordítják. A város részéről Jómagam és Pánti Illikó képviselő asszony voltunk jelen. 27-én került sor a Nagykunság Szépe Szépségversenyre, szintén a Délivében, Kovács Szilvia alpolgármester asszony és én képviseltem az önkormányzatot. 29-én a Déli Méh Kulturális Központ Kunkockó színjátszó köre adta elő Arany János Pázmán lovag című művét a Kulturális Központban. A csoport a Vörös Sándor gyermekszínjátszó találkozó Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulóján ezüst minősítést kapott ezzel a darabbal. 30-án a Déli Méh szervezésében a Sétáló utcában májusfát állítottak a város néptánc csoportjai. A rendezvényen jó magam képviseltem a városvezetést. Május 1-én rendezték meg a 9. Kunhagyományok napját az Uglógerben. Részt vettek Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, Pánti Ildikó, Kovácsné Kerekes Katalin, Csányi Sándor, Molnár Pál képviselők. A rendezvényt én nyitottam meg. Másodikán került sor a Magyar Államkincstár állampapír forgalmazási pontjának átadására. Az átadáson Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Kovács Sándor képviselő úr volt jelen az önkormányzat részéről.
Szintén másodikán özvegy Horthy Miklósné temetésén városunkat képviselték Kovács Sándor képviselőtársam, valamint Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek. Harmadikán ballaktak a Varró István szakiskola, szakközépiskola, általános iskola és kollégium, valamint a Karcagi Nagykun Református Gimnázium egészségügyi szakközépiskola és kollégium diákjai. A testületből Karcagi Nagy Zoltán képviselőtársam vett részt a rendezvényeken. Negyedikén a Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium diákjai ballaktak, szintén Karcagi Nagy Zoltán képviselőtársam volt jelen az önkormányzatból. 6-ától 12-ig rendezték meg a Kovács Mihály emléknapok rendezvényeit. 10-én került sor a Kovács Mihály emléknap ünnepi megemlékezésére, koszorúzása a Múzeumparkban. Beszédet mondott dr. Fadekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr és Hende Csaba honvédelmi miniszter úr. A rendezvény sorozaton, amint a dátumból is kiderült, több napos volt, jelen volt a Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, Kovácsné Kerekes Katalin, Csányi Sándor, Molnár Pál, Karcagi Nagy Zoltán, Pánti Ildikó és Kovács Sándor képviselőtársaim, valamint jó magam. 10-én a Rákóczi Szövetség műsoros estjének vendége Szörényi Levente előadó művész volt a Déliné Kulturális Központban. Az esten én képviseltem az önkormányzatot. 11-én a Karcagi Nagykunságért Civil Fórum Egyesület és a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány Szóljon a dal egy kisfiúért címmel jótékonysági rendezvényt tartottak a református nagy templomban. Pánti Ildikó képviselőtársammal vettünk részt ezen a rendezvényen. 14-én Ötvös László Egyetemi Ifjodott Kollégium című könyvét mutatta be Rédeg István a Csokonai Könyvtárban. Ugyanezen a napon a Kiskörén megrendelésre került 6. Tiszapó napja konferencián Kovács Sándor képviselőtársunk tartott előadást a Fejlesztés irányai Jász-Nagykun Szolnok megyében címmel. 15-én nyílt meg a Déliné Kulturális Központban a Jász-Nagykun Szolnok megyei Vöröskereszt integrált közösségi ellátó szolgálata szervezésében a Zárt ajtók mögött kiálltok című kiállítás, amely június 4-éig látogatható. Itt én képviseltem a városvezetést. 17-én lezajlott a Fidelitas által meghirdetett rajzpályázat eredmény hirdetése. A rendezvényen jó magam köszöntettem a megjelenteket. 18-án a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület koszorúzott a Karcagi Ifjúsági Ház épületének falán elhelyezett emléktáblánál. Ugyanezen a napon a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tarka Barka családi napot tartott az intézmény Püspökladányi úti székhelyén. A családi nappal ünnepelték a gyermekjóléti szolgálat fennállásának 15., a családsegítés fennállásának pedig a 26. évfordulóját. 21-én a Karcagi Nóta Klub fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepelték a Dérinében. 23-ántól 26-áig testvérvárosi delegáció tartózkodott városunkban. A csoportnak szervezett programokon Kovács Szilvia alpolgármester asszonnyal, Molnár Pál, Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselő hölgyekkel és urakkal láttuk el a házigazdai teendőket. 23-án véradás volt a Dérinében. 25-én a Karcagi Szimfonikus Zenekar fennállásának 20. évfordulója alkalmából jubileumi hangversenyen köszöntöttem a zenekart és a megjelenteket. A hangversenyen részt vett Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Pánti Ildikó képviselőasszony. 26-án gyermek és családi nap szülői focitorna című rendezvényre várták az érdeklődőket a Liget úti sportpályán. A rendezvényt én nyitottam meg, Karcagváros önkormányzatát Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselő képviselték. 27-én ünnepélyes keretek között megalakult a Városi Diák Önkormányzat, ahogy már az előbb elhangzott. 28-án közbiztonsági fórumra került sor a Városházán, Pánti Ildikó képviselőasszony volt jelen a városvezetés részéről. 29-én a Sétáló utcában felállított májusfát táncolták ki a város néptánc csoportjai. Tisztelt képviselők, hölgyek, urak! Tisztelt hölgyeim és uraim, valóban nagyon gazdag program volt az elmúlt időszakban. Legyen ez így mindig. Ezek után
tisztelt jelenlévő hölgyeim és uraim, javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk, beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Tisztelt képviselőtestület, törvényi kötelezettségünk, hogy minden évben tárgyaljunk erről a témáról, megmutassuk ezt a beszámolót, most különösen aktuális, hiszen a gyermeknap után vagyunk, és passzol ez a téma ehhez az időponthoz is. Néhány részletet hagy ismertessek meg önökkel, egyébként a beszámoló rendkívül gazdag és áttekinthető, nagyon-nagyon tanulságos. Csak néhány adat. Önkormányzatunk biztosítja az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2012-ben 1248 család 2014 gyermeke részesült ebben, tehát rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Óvodáztatási támogatás 156 esetben történt 1.950.000 forint összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 194 fő pénz, illetve gyógyszer, élelmiszer utalvány formájában részesült. Ezt a nagyon gazdag beszámolót vitára bocsájtom, gondolom, hogy szakbizottság is megtárgyalta, érdemes erről a témáról beszélni, hiszen a gyermekekre mindig oda kell figyelni, nem csak gyermeknapon, hanem az év minden napján. És vannak olyan szervezetek, akik ezt teszik folyamatosan, nagy-nagy hivatástudattal végezve azt. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom a napi rendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármesterre a szót. A szakbizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság természetesen megtárgyalta ezt a beszámolót is. Egy elég hosszú beszámolót láthatunk itt a testületanyagban is, ugyanez volt a bizottságülésen is. De ahhoz, hogy eleget tudjunk róla beszélni és részletes tájékoztatást kapjunk, természetesen részletes tájékoztatót kellett, részletes beszámolót kellett ehhez készíteni. A vitája is ilyen volt ennek a napirendnek a bizottságülésen. Az összesítésben elmondhatom, a bizottságnak az volt a véleménye a beszámolóról, hogy egy jól elkészített, áttekinthető anyag, de egyébként már meg is szoktuk az évek során, hogy általában ilyen anyagot, sőt mondhatom azt, hogy nem általában, mindig ilyen anyagot kapunk. A bizottság a testületnek egyhangulag elfogadásra javasolta, és a bizottságnak szeretném tolmácsolni azt a köszönetét, amelyet a intézmény dolgozó és ebben a munkában résztvevők tettek az elmúlt években. Egyetlen megállapítható az, hogyha nem lenne ilyen jó kezekbe a gyermek jólét és gyermekvédelmi feladatok ellátása, akkor nem tudnák ilyen hatékonyan elvégezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek képviselő úr gondolataival. Pánti Ildikó képviselőasszony kér szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, jegyző úr, televízió nézők, kedves jelenlévő, mint ahogyan elnök úr is elmondotta, én is, mint a bizottság tagja, két adalékkal szeretném kiegészíteni. Azt, hogy megszoktuk már, hogy mindig nagyon tartalmas és nagyon áttekinthető statisztikák tükrében, amiből polgármester úr idézett, fontossága és jelentőség azt hiszem egyértelmű. Én egy másik aspektusból közelítem meg, hogy ez a rendszer és ez a gondozási központ az elmúlt években kialakítva a maga útját, nyitást a város lakossága felé is, hiszen egyre több, egyre színes rendezvénye van ennek a gondozási központnak. Gondolok itt a tavaszi szünetre, tehát a szünetekre, ahol a gyermekek foglalkoztatásába, programok szervezésébe besegítenek az iskoláknak, a téri néművelődési központnak, és ugyancsak most a gyermeknap alkalmából is láthattuk programjaikat, az ott lévő szakembereket, akik a gyerekekkel nagyon színes programmal színesítették. Tehát egy kicsit, hogy úgy mondjam, a város lakossága felé ezen oldalról is mutatja magát, és ez így van rendjén, mert amit ismerünk, amit látunk, tapasztalunk, ahhoz talán másként is
viszonyulunk. Tehát ez egy nagyon örvendetes és nagyon-nagyon nagyszerű dolog, és ezt azt hiszem, hogy a továbbiakban is teszik, és jól fogják tenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a gondolatokat és a kiegészítést. Van-e további jelentkezés? Tisztelt képviselőtestület, én magam a beszámolót elfogadásra ajánlom, ugyanúgy, mint a szakbizottság, megköszönve a gyermekvédelemben és gyermekjóléti szolgálatban dolgozóknak a munkáját, kérem igazgatóasszony, tolmácsolja ezt a munkatársai irányába. Ha el tudjuk fogadni a beszámolót, kérem jelezzük igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Második napi rendi pontunk tájékoztató a városi strandfürdőhöz kapcsolódó fürdőfejlesztés helyzetéről és a szezon kezdése történő felkészülésről. Köszöntöm körünkben Nagyné László Erzsébet igazgatóasszonyt, illetve András István igazgató urat. Kérdezem, hogy az írott anyaghoz van-e szóbeli kiegészítésük. Igen, Nagyné László Erzsébet igazgatóasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, jelenlévők! A kiküldött anyaghoz mind a két bizottsági ülésen szóban megtettem a kiegészítést, ezért szeretném most a képviselőtestület ülésen is megtenni ezt a kiegészítést. Ez pedig éppen a polgármester úr említette az előterjesztés eleje, a tájékoztató a városi fürdő fejlesztésének helyzetéről. És ha engedjék meg, hogy hagyj kezdjem azzal, hogy mind a kedvezményezett, mind Karcagváros lakossága nevében most szeretnék előzetesen is köszönetet mondani Karcagváros önkormányzatának azért, hogy nem hagyta, hogy ez a fürdőfejlesztés megálljon, hogy ez a fürdőfejlesztés ne valósuljon meg, és elérhetünk a fürdőfejlesztés azon fázisába, hogy arról beszélhetünk, hogy a nyári időszak elejétől hogyan tudják igénybe venni az iskoláskorú gyerekek, Karcagváros lakossága és a környék településeinek lakossága, illetve a turisztikai látogatók ezt a új, megújuló karcagvárosi fürdőt. Ez azért is kiemelt, úgy gondolom, mert a decemberi testületülésen ugye a jó magam részéről is elhangzott, hogy vagy megáll most ez a beruházás, vagy onnan, ahova került ez a beruházás, tovább sikerül vinni, melyhez igen jelentős többletforrásra volt szükség, és ebben nagyon nagy szerepet játszott az önkormányzat, hogy ez a fürdőberuházás az első kivitelező, sajnálatos módon felszámolási eljárás alákerülése miatt megállt, de hogy tovább vihettük és új közbeszerzést írhattunk ki, annak azzal teremtődött meg a lehetősége, hogy az önkormányzat ehhez biztosította a szükséges fedezetet, kiegészítette azt. 13. januárjában sikerült megkezdeni ezt a közbeszerzési eljárást, ami nem szaporítva a szót, 13. februárjában eredménnyel zárult. Hát, hogy ne legyen szerencsénk, áprilisban 100 éves időjárás köszöntött be, és így a kivitelezést jelentősen akadályozva, ugye úgy néz ki, hogy a tervezett április 29-hez képest nem egészen egy hónapot, de több mint egy hónapot csúszott a beruházás. Június 14-ére várható a műszaki átadás átvétel, és ez azt jelenti, hogy június 15-én mindenki számára igénybe vehető az új városi fürdő. Ehhez természetesen kellett az is, hogy a önkormányzat plusz forrása mellett a hitelszerződés módosításra kerüljön, és ezzel együtt a támogatási szerződés is módosításra kerüljön. Ez az eltelt időszakban mind az önkormányzat, mind a hivatal dolgozói, és itt szeretném kiemelni az építési és műszaki irodavezető Nyester Ferenc kollégát, és Lőrinc Mária irodavezető asszonyt, és nem utolsó sorban András István ügyvezető igazgató úr tevékenységét, és jelentős mértékben szeretném hangsúlyozni, hogy a Nagykuni Víz és Csatornamű Kft. Felügyelőbizottsága is hozzájárult ahhoz, mint felügyelőbizottság, mint közbeszerzési bíráló bizottság, hogy eredményes közbeszerzési eljárás, eredményes fürdőfejlesztés valósuljon meg városunkban.
Remélem és bízom abban, hogy mindenki számára ez fizikailag is látható lesz. Legutolsó rendezvényünk a projekt keretében június 21-én 14 órakor kezdődik, amikor szeretnénk megtartani a projekt záró rendezvényét. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen igazgatóasszonynak a szóbeli kiegészítését. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim, a testület jó érzésű tagjai úgy hiszem, hogy számtalanszor kinyilvánították azt a véleményüket, hogy mindenképpen be akarja fejezni a testület, az önkormányzat ezt a fürdőberuházást. Egy pillanatig se volt előttünk kétséges az, hogy ezt így kell tenni, hiszen ha elindultunk egy úton, annak a végére kell járni. Ezt a fürdőt Karcag lakosságának, a környék lakosságának ajánljuk az itt élő fiatalabb és idősebb generációknak. Nyilvánvalóan egy ekkora beruházásnál mindig lehetnek zökkenők, döccenők, ettől függetlenül én magam végig bíztam abban, hogy meg tudjuk valósítani, és hála jó Istennek, nagyon sokan álltak mellém, akár a képviselőtestületből, akár a hivatalból, és a karcagi polgárok közül is. Úgy tűnik, hogy az út végéhez érkeztünk, én még most senkit nem akarok megdicsérni, majd eljön annak is az ideje, az átadáskor vagy az átadás után. Egy biztos, nagyon sokan dolgoztak kőkeményen azon, hogy ez a beruházás megvalósuljon mindannyiunk örömére. Nagyon várjuk már az átadás időpontját, és onnantól kezdődően egy valóban szép, korszerű, olyan fürdővel gazdagodott a város, amit tulajdonképpen megálmodtunk a korábbiakban, ami teljes mértékben biztosítja a karcagi sportolni vágyók, illetve kikapcsolódni vágyók igényeit. Természetesen köszönöm mindenkinek a munkáját, majd a név szerint kiemelés, annak is eljön az ideje. Az ellendrukkereknek meg csak azt tudom mondani, hogy a jó célért inkább összefogni kellene, segíteni, támogatni egymást, hiszen ezt senki nem magának építette, ezt a strandot, hanem a városnak. És ha valaki képviselőnek jelentkezik, akkor a város érdekeit kell szem előtt tartani mindenkor. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? András Jandás képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Öröm hallani, hogy lesz egy nagyon szép strandfürdőnk, nem is olyan soká. Bízunk benne, hogy valóban olyan szép, mint ahogy terveztük. Bízunk benne, hogy műszakilag olyan hibátlan, mint ahogy egy strandfürdőnek lennie kell. Valóban tényleg nagyon jó lesz most már végre, hogy a város lakói igénybe vehetik ezt a szolgáltatást, és tényleg nagyszerű dolog. Egy kérdés azonban motoszkál a fejemben, mint ellendrukkernek, bár ez ellen tiltakozom, sosem voltam ellendrukker, de azt azért megkérdezném, hogy tulajdonképpen mennyivel került ez többe a városnak a tervezetnél, tehát jelen pillanatban pénzügyileg hol áll ez a beruházás, mekkora az a különbség a pénzben, ami a befejezés sikerét végül is hozta. Ezt azért úgy szeretném megkérdezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az, hogy milyen szép, meg milyen jó, az természetesen abszolút relatív, mert nyilván lesz, aki azt mondja, hogy ilyen szépet még nem látott, lesz olyan is, aki azt mondja, hogy sokkal szebbet is lehetett volna csinálni. Nyilván attól is meg kellene kérdezni, hogy aztán mekkora különbséget lehet majd pénzben még belefetszölni ebbe az intézménybe. Azt meg én nem mondtam, hogy képviselő ellendrukker volt, ha magára vette, akkor valami a lelkiismereti környékén felbudjant vagy felbukkant, akkor egy ellendrukker már megvan. Önként jelentkezett. Köszönjük szépen. A számszerű adatokra kérem igazgatóasszonynak a válaszát. Mennyi? Ja.
Tisztelt képviselő úr, tehát ez a beruházás nettó 591,5 millió forinttal indult. Ezt ugye tudjuk, ezt elmondtam. Már a korábbi ülésen is, és minden anyagban ez is szerepelt, melyhez kapott támogatás 291,5 millió forint. Az önkormányzat 100%-os tulajdonosa a Nagykunvíz és Csatornamű Kft.-nek. Ez a beruházás, ebben a beruházásban, ebben a projektben a Kft. A kedvezményezett. A Kft. Viszont ehhez a 300 millió forintból hitelt vett igénybe, ami egy MFP refinanszírozású, igen kedvezményes kamatozású hitel, 153 millió 350 forint összegben. Ezt a hitelt hát a Kft.-nek kell visszafizetni. Ez a hitel, ez készfizető kezességet vállalt Karcagváros önkormányzata, és ingatlan fedezetet biztosított. Most kérdés az, hogy ezt hogy méri a képviselő úr, hogy ez mennyivel kerül többe vagy kevesebbe. Az önkormányzatnak jelenleg forintálisan kevesebbe került, mert hogy a hitelt az a kedvezményezet vette fel, viszont a hitelt a Kft. Fizeti vissza is, ami ugye az eredményét csökkenteni fogja, tehát nem akarok tovább menni és üzletpolitikát csinálni ebből, de várhatóan majd a felügyelőbizottság fogja véleményezni minden évben az éves beszámolót, és abban látszik a hiteltörlesztés, ami ugye csökkenti majd a Kft.-nek az eredményét. Tehát most mondhatnám azt, hogy ennyivel többe került, vagy ennyivel kevesebbe került, ezt végül is vagy az osztalék terhére, vagy azt megelőzően a Kft. Fogja visszafizetni. A többlet, ami ezen felül jelentkezett, az a közbeszerzési eljárás következményeként, ugye végérvényesen az 591,5 millió forint helyett, mint egy 866 millió forintba került ez a beruházás, amit különbözetként való igaz, és ezt köszöntem meg az előző beterjesztésben, Karcagváros önkormányzata azért biztosított, hogy megvalósulhasson ez a beruházás. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a választ. További jelentkezés van-e? Pánti Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Az Idegenforgalmi Bizottság elnökeként mondom, hogy a bizottság részletes tájékoztatót kapott a legutóbbi bizottságülésen igazgatóasszony részéről. Alkalmunk nem volt az időjárás viszontagságai miatt bizottsággal látogatást tenni, de a júniusi bizottságülésen megtesszük ezt, hiszen már akkor valóban egy teljesen felújított és kész állapotban lévő fürdőobjektumot láthatunk. Tudom azt, hogy a pénzügyi bizottság több alkalommal is volt helyszíni szemlén. András képviselőtársam is, mint a pénzügyi bizottság tagja, biztos, hogy ő is ezen a szemlén részt vett. Tehát a bizottság egyhangulag az igazgatóasszonynak a tájékoztatóját elfogadta, és örömét fejezte ki, hogy a lakosság szolgálatában, a lakosságért, a városért ez a beruházás elkészülhetett, és bízunk abban, hogy az átadás követően új szemlélettel, programok szervezésével a hozzá kapcsolódó objektumok, gondolok itt ugye a kempingre, gondolok az új vendéglátóegységre, gondolok magára a strandra, tehát ezeknek nagyszerű együttműködésével, egy új szemlélet kialakításával, amelyben mindent a lakosságért és az ott lévőkért, akár bérletes, akár napi vendég, azt hiszem, hogy ez elvárás, és bizonyára az ott dolgozók ezt meg is teszik, és a lakosság pedig örömét fejezi ki ott léte alkalmából. Ebben a reményben elfogadást ajánlom. Köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítését képviselőasszonynak. Van egy további jelentkezés. Dr. Lukács László képviselő úr kér szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Itt az előbb belemélyedtünk abba, hogy Drucker ellen Drucker. Hát gondoltam, folytatom én is ilyen foci nyelven a felszólalásomat.
Én magam is egyébként nagyon szeretem a sporteseményeket, és hát én még se drukkert, se ellen drukkert gólt rúgni nem láttam. Nyilvánvalóan nem is adnák meg, hogyha ilyet rúgna valaki. Nyilvánvaló gólt, illetve eredményt azt tud elérni, aki csapatban játszik, az a csapat, ami fönt játszik. Végtekintve egyébként a fürdőberuházásnak a vonulatán, hát inkább azt tudom elmondani, hogy itt a csapat öngólokban jeleskedett, és hát a drukkereknek ez semmi köze nem volt, és hát amennyi öngól született, én úgy gondolom, hogy ilyen csapatnak ellen drukker nem is kell, hiszen az eredmény magáért beszél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az értékes hozzászólást. Valóban a Strand június 21-én átadásra kerül az eredmény ez. Ha ez nem eredmény, akkor mi az eredmény? Van-e további kérdés? Molnár Pál képviselő úr, kér szót. Szépen, polgármester, a szót, tisztelt képviselő testület. Karcagiként én nagyon örülök annak, hogy tudok hova járni majd úszni, és úgy érzem, hogy nagyon sok karcagi lakos így lesz ezzel. Örülök annak, hogy a gyerekeim meg fognak tudni tanulni úszni, mert lesz egy korszínvonalnak megfelelő tanmedence, ahol biztonságosan meg tudnak tanulni úszni. Valamint azok a karcagok is biztos örülni fognak, akik elfáradva az úszásba át tudnak ülni majd egy olyan medencébe, amely termálvizet tartalmaz, és fáradt tagjaikat pihentetni tudják, hogy esetleg egy újabb körre beugorjanak az úszodába, és úszni tudjanak. És egyébként ez az úszoda olyan méretű lesz, hogy országos bajnokságokat, olimpiákat, diákolimpiákat lehet majd megrendezni ebbe. Ezt sokan nem tudják még, de én szeretném akár képviselőtársaimnak is, akik esetleg nem tudják, vagy Karcag lakosságával is közölni. Egy sporteseményen természetesen előfordul, hogy főleg egy foci meccsen, hogy öngolt rúgnak. A lényeg az, hogy többet rúgjunk az ellenfélnek, mint amennyit magunknak rúgunk. Azt hiszem, hogy akkor az eredmény megvan. Aki tudja a foci szabályait, az értett ebből a válaszból, vagy ebből a fölvetésből. És azt szeretném még hangsúlyozni, amikor nagyon sokan fölteszik ezt a kérdést, mögöttem ülő András András képviselőtársam is ezt feszegette, hogy mennyibe kerül ez. Igen, nem kevés pénz egy ilyen beruházás, de ha figyelembe veszük azt, hogy az önkormányzat hogy gazdálkodik, láthatjuk majd a elkövetkező napirendi pontokban, hogy a önkormányzat tulajdonában lévő KFT-k, milyen eredményeket érnek el, valamint milyen eredményt sikerült elérni azon a tárgyaláson, ahol a szennyvíztisztító telepet és a vízhálózatot bérbe sikerült adni. Ezek a bevételi források, ezek az eredmények biztosítják az alapot ahhoz, hogy fejleszteni tudjon a város. A város annak idején nem elkótyavetyélte, nem adta el multiknak, vagy esetleg sem magyar befektetőknek a meglévő vagyonát, hanem jó sáfálkodott vele, amelyek most eredményt termelnek. Ez az eredmény biztosítja azt, hogy a város tudjon fejlődni, többek között egy ilyen strandnak az önerejét tudja biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hozzászólás nem egészi, vagy nem hozzászólást nem kell kiegészíteni semmivel, önmagáért beszélt. Köszönöm. András András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Még egy megjegyzésem, vagy egy kérdésem lenne, ha jól értettem főigazgató asszonyt, hogy a KFT, tehát a Vízmű KFT fogja ezt visszafizetni, ugye, a nyereségéből. Igen, ugye. Jó, igen, köszönöm szépen. Igen. Köszönjük szépen, van a további jelentkezés? Nincsen. Tisztelt képviselőtestület, a tájékoztatást, vagy tájékoztatót elfogadásra javaslom ezek után. Aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag meglepetés, egyhangulag fogadta el a képviselőtestület. Hát amikor célegyenesben vagyunk, akkor már érdemes szavazgatni természetesen. Ezt mondanom sem kell, akkor ez már nem népszerűtlen dolog. Köszönöm szépen. Harmadik napi rendi pontunk előterjesztése a Karcagváros mezői önszolgálatáról szóló rendelet tervezethez. Tisztelt jelenlévők! Magasabb szintű jogszabályok változásai miatt válik szükségessé ennek a módosításnak a megnyitatása, elfogadása. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, kérem, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Negyedik napirendi pontunk előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
Karcagváros önkormányzata képviselőtestület 11/2002 rendeletének módosítására. Tisztelt jelenlévők, az előzetes képviselőtestületi döntés alapján szükséges a rendeletet módosítani, ahhoz, hogy a népegészségügyi intézetnél új működési engedélyt tudjunk kérni, valamint az OEP-el új finanszírozási szerződés kerüljön megkötése, szükséges a jelen módosítás. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, magyarul kapjunk finanszírozást. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Ötödik napi rendi pontunk előterjesztés, a Karcagváros nevéről, címeréről, zászlajáról és ezek használatáról szóló 32/2001 rendelet módosítására. A rendelet módosítást az indokolja, hogy az általános szabálysértési hatóság a fővárosi megyei kormányhivatal így szabálysértési tényállást önkormányzati rendelet nem tartalmazhat, ezért ezen rendelkezések hatályon kívül helyezése szükséges. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Hatodik napi rendi pontunk előterjesztése a vásárokról és piacokról szóló és az állattartás és lóger használat helyi szabályról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. Szintén magasabb szintű jogszabályok változása miatt kerül erre sor. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Hetedik napi rendi pontunk előterjesztés 1-es parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére. Szituáció ugyanaz, mint az imént. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? El tudjuk-e fogadni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. 8. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Karcagvárosi Önkormányzat polgármesteri hivatalában foglalkoztatott köztisztviselő díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 35/2001 Karcagvárosi Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezésére. Szintén jogszabályváltozást teszi szükségessé. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 9. napi rendi pontunk, előterjesztés a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai Tagovoda átadására. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, egy korábbi képviselőtestületi határozattal elfogadtuk a szándéknyilatkozatot, miszerint a Karcagi Református Egyház kérésére a Csokonai Tagovodát átadja a város az egyház részére. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mindenképpen döntenünk kell, a mai napon jár le a működésre vonatkozó kérelem beadásának határideje. Ezt mindenképpen meg fogja tenni az egyház, a döntésünk ehhez szükségeltetik. Nagyon-nagyon sokan dolgoznak ezen az ügyön is, nem kevés buktatót kell leküzdeni ahhoz, hogy megvalósuljon. Reméljük, mindent sikerül keresztül vinni, és szeptember 1-ével a Csokonai Tagovodában már a református egyház fog, mint fenntartó közreműködni. Ahhoz, hogy ez így legyen, a két határozati javaslatot mindenképpen el kell fogadnunk. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Egyszer döntenünk kell az óvoda átadásáról, a tagovoda, a Csokonai Tagovoda átadásáról, és ennek megfelelően, miután kevesebb lesz egyel a tagovodáink száma, az alapító okirat módosításáról is döntenünk kell. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás? Ahogy a szándéknyilatkozat megvitatásán is elmondtam, én nagy örömmel támogatom ezt a kezdeményezését a Református Egyháznak, hiszen egy színesebb nevelési spektrum alakul ki a városban, azzal együtt, hogy így a nevelési és oktatási rendszere teljes mértékben megvalósul a Református Egyháznak.
egy bizonyos fokú versenyhelyzetet is teremt természetesen, de a versenyhelyzet az mindig jobb teljesítményre sarkalja az embereket, a dolgozókat. Ha nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, akkor javaslom, hogy döntsünk az átadásról. Aki tudja támogatni, jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Ennek megfelelően az alapító okirat módosításáról is döntenünk kell. Aki ezt tudja támogatni, jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 10. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Városi Gyógyvízi Strandfürdő parkolóhelyének kialakításáról, tisztelt képviselőtestület, azzal, hogy megnövekszik a strandnak a vízfelülete, nagy valószínűséggel több ember fog oda látogatóként betérni, a szakhatóságok nagyobb számú parkolóhelyek kialakítását kérik, írják elő. Ezt meg is kell tennünk, hiszen így lesz teljes és komfortos ez a bizonyos beruházás. Ehhez viszont egy kisebb összegre szükség van, amit érdemes most támogatnunk, tehát a parkolók építésére, kialakítására az önkormányzat 3 millió forint költséget biztosít, 2003-as év költségvetés terhére. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Ha jól értettem, 5 parkolóhelyről, vagy 6? Nem, több, lényegesen több lesz. Mindenesetre a 3 millió forintot egy egész komoly összegnek tartom, különösen arra való tekintettel, hogy a városnak van, emlékezem szerint a költségvetésben talán 9 millió forintja kátyúzásra, utakjavítására. Rosszul emlékszik, 8. 8. Na akkor még rosszabb a helyzet, tehát még kevesebb pénz van, tehát ehhez képest százalékos arányában ez a parkoló nagyon sokba fog kerülni a városnak. Feltétlenül szükség van erre? Igen. Vagy ilyen formában, vagy esetleg egy költséghatékonyabb megoldást lehetne erre találni. Tisztelt képviselő úr, biztos lehet abban, hogy miután nem duskálunk a pénzügyi javakban, a lehető legoptimálisabb és a legköltségtakarékosabb megoldást választottuk, hát nem is lenne logikus a drágábbat választani. Szakhatósági előírás, ahogy az anyagban szerepel, de ha kívánja, akkor felolvasom önnek, azt mondja, hogy a termálfürdő fejlesztésére vonatkozó tervek építésügyi engedélyeztetése során a közlekedési szakhatóság, a Jászlóshajón-Szolnok megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége az építési engedély kiadásához feltételként szabta a fürdő utcán történő parkolóhelyek kialakítását, amely a fürdő zavartalan működéséhez feltétlenül szükséges. Tehát nincsen választási lehetőségünk, ezeket a megfelelő mennyiségű parkolóhelyet ki kell alakítani. Ha nem lenne ez az előírás nyilvánvalóan, akkor nem fetszölnénk bele pénzt, mert megoldanák valahogy máshogy a parkolást, az emberek egyszerűen szakhatósági előre, nem tudjuk megkerülni. Nem tudjuk megkerülni. Van-e további kérdés, vélemény? Javaslom, hogy támogassuk, hiszen ez is egy feltétele annak, hogy indulhasson a strand. Igen? Nem? Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, már meg se lepődök. 11. napi rendi pontunk. Következik előterjesztés a Völgyeskert, Egyeskert kapu útalapító közösség önkormányzati támogatásáról. Tisztelt képviselőtestület, azt hiszem, hogy az írott anyag egyértelmű, még pluszban annyit azért szeretnék elmondani, hogy egyik legrégebbi társulásról van szó, évek óta ígéri az önkormányzat, hogy itt elkészíti ezt a bizonyos útalapot, megkönnyítve a ott kertészkedők, ott dolgozóknak a kijárási, bejárási lehetőségét. Gyakorlatilag majdnem minden kerttulajdonos hozzájárult ehhez a útalap építő közösséghez valamilyen összeggel. Én javaslom, hogy szépen folyamatosan kezdjük el ezeket az útalapokat megépítgetni, és akkor miután ez a egyik legrégebbi, és még a bankban meglévő pénzösszeggel rendelkező társaság,
kezdjük ezzel, ezzel a bizonyos útalap megépítésével. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Mielőtt bármilyen újságban megjelenne, nincsen kertem a Völgyes kertben. A téglás kettőben van, de szívesen megszabadulnék ma attól is, mert nem sok időm van a művelésére. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha támogatjuk, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 12. napi rendi pontunk a következő előterjesztés a Karcagi Sportegyesület támogatására. Tisztelt Képviselőtestület az egyik siker, legsikeresebb szelete a sport élet Karcagon. Köszönet ezért a testnevelőknek, szervezőknek, szponzoroknak, diákoknak, szülőknek, sok mindenkinek, aki e körül szorgoskodik, bábáskodik. Nyilvánvalóan anélkül eredményeket nem lehetne elérni, hogy ne kapjon az Egyesület és annak szakosztályai bizonyos támogatást az önkormányzattól, mint ahogy ez történt időtlen idők óta. Én javaslom, hogy most is tegyük meg ezt, és javaslom azt, hogy a Karcagvárosi Önkormányzat a Karcagi Sportegyesület sportszakosztályainak működéséhez 2013-ban 8 millió 910.000 forint összegű támogatást nyújtson a tartalék terhére, hogy továbbra is ugyanolyan színvonalon tudjanak működni ezek a bizonyos szakosztályok. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a felkészítőknek, edzőknek, sportolóknak, továbbiakban is. 13. napi rendi pontunk előterjesztés a Dénini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár alapító okiratának módosítására. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim, ahogy elhangzott a bevezetőben, felvezetőben, indul a helyi termelői piac a látogató központban, emiatt kell az alapító okiratot módosítani. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Előterjesztés a Karca Kálvin út egy szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség Szentesi Margit részére történő bérbeadásáról szóló 146/2009 KT számú határolat módosítására. Javaslom a következő szövegrészt, tisztelt képviselőtestület, mielőtt vitára bocsájtanám. A határolat második bekezdése után az alábbi szövegrész kerüljön, a helyiség béleti díja 2013. június 1-től 5141 forint per négyzetméter per év plusz áfa, azaz 38772 forint per hó plusz áfa. A bérleti díj összege évente felülvizsgálatra és az infláció mértékével megemelése kerül, szövegrész kerüljön. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ezzel az ügylettel már számtalanszor találkoztunk, bizottságülésen, gazdasági tanácsadó testületi ülésen, megvitattuk, ott már egyetértésre találtunk, tudjuk-e most is támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 15. napi rendi pontunk előterjesztés a Karcagi 2933/2 helyrejelző szám alatti Rónai Malom épületének felajánlásáról és bérbeadásáról szóló 376/1997 KT számú határolat módosítására. Fenntartó váltás miatt van szükség erre. Ugye eddig a megye volt a fenntartója a múzeumnak, most már Karcagváros önkormányzata, eddig a megye bérelte raktár céljára ezt az épületet, okafogyottá vált a dolog. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 16. napirendi pontunk a jelentések. 5 darab jelentést tartalmaz a napirendi pont, összevont szavazást javaslok ebben az esetben. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás?
Jelenkezést nem látok, hát tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 17. napirendi pontunkhoz érkeztünk, és ahogy említettem a testületülés elején, a 17-től a 28. terjedi napirendi pontok, miután személyes adatokat tartalmaznak, illetve taggyűlési napirendek, ezért zárt ülést rendelek el, és egyben 10 perc szünetet is. Csepel önkormányzata, annak képviselőtestülete, Csepel nem hagyja magát címmel fogadta el politikai szándéknyilatkozatát a 10%-kal olcsóbb rezsidíjak támogatásáról. Levélben arra kérték településünket, és nem csak bennünket, hanem városokat, falvakat, hogy csatlakozzunk a csepeli önkormányzat nyilatkozatához. Javaslom annak a csatlakozási szándéknak a kinyilvánítását, vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. A 30. napirendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés a települési értéktár és az azt gondozó települési értéktár bizottság létrehozásának szándékáról. Tisztelt képviselőtestület, ez egy alulról építkező rendszernek lenne a kezdeménye, az alapja, tulajdonképpen a Hungarikum bizottságig vezet. Meggyőződésem, hogy minden településnek vannak értékei, nincs olyan kis település, ahol ne lehetne valami értéket felfedezni, legyen a személy, tárgy, bármi. Ezeket egy bizottságnak kell véleményezni, és lehetőség van tovább indítani a megyei értéktárak irányába, ahonnan be lehet emelni esetlegesen a Hungáriumok körébe. Én javaslom egy ilyen bizottságnak a létrehozását, hiszen azon is sok minden olyan dolgot tudok, és tudnánk felsorolni villámgyorsan, ami komoly érték legyen, az a kunhímzés, kunhalmok, esetleg kunkapu és egyéb más dolog, ami csak ránk, karcagiakra vagy kunságiakra jellemző. Én javaslom ennek az előterjesztésnek a megvitatását és annak az elfogadását. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Nem tudom, szakbizottság tárgyalta-e ezt? Nem tárgyalta. De mindenki megismerte az anyagot. Jó. Jelenkezést nem látok. Aki támogatja, jelezze, igen. Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 31. egyben utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés a Nagykun Hagyományozó Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyásáról. A felülvizsgálat határideje 2013. június 30. Ezen időpontig a Nagykun Hagyományozó Társulásnak el kell fogadnia a módosított társulási megállapodást. A mellékletben található ez a bizonyos megállapodás. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. A június havi előzetes programokról szeretnék egy nagyon rövid tájékoztatást adni. 4-ére tervezzük a trianoni megemlékezést, erre várjuk az érdeklődőket. 5-én makett kiállítás nyílik a Déli Négy Kulturális Központban. 6-án Mátyusné Kispár Róza Mesél az idő című könyvének bemutatója lesz a Csokonai Könyvtárban. 10-én Körmenő Lajos emlékműsor szervez a Kunhalom Polgári Kör, szintén a könyvtárban. 14-én lesz a Kiskulcsosi Tagiskola ballagás ünnepsége. 15-én a Györfi Istvánban lesz a ballagás. 17-én kerül sor a Verkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró ünnepségére a DDV Kulturális Központban. 20-án a Madarász Imre Egyesített Óvoda pedagógus napi ünnepségére várják a szakma képviselőit a DDV-be. Ugyanezen a napon 20-án 100 éve született Vörös Sándor címmel felolvasó délutánt rendeznek a DDV Kulturális Központban.
véradás lesz 24-én a Délilében, és 28-án, 29-én kerül sor idén a 15. karcagi birkafőző fesztiválra. És én biztos vagyok abban, hogy ennél sokkal gazdagabb lesz még a program. Már számtalan meghívó vár ránk az elkövetkező hétre is. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2013. június 27-én csütörtökön 15 óráig kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi javaslata erre az ülésre? Jelentkezést nem látok. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, megköszönöm a megjelenést, az aktivitást, a munkát. További szép napot kívánva a mai ülést bezárom.